Június 5-én immár negyedik alkalommal gyűlnek össze Hajdúnánáson a megye, a Debreceni Egyetem kiváló néprajzosai, történészei, és hát ahogy mi egyszerűen szoktuk mondani, megrendezésre kerül a negyedik történész konferencia, amely ismét egy nagyon érdekes, érdekfeszítő témát dolgoz fel sok-sok előadással, mégpedig föld, parasztság, agrárium, a földkérdés a 20. századi Kárpát-medencében. E témával kapcsolatban hívtuk meg stúdiónkba a Csiszár Imrét, aki már évek óta gyakorlatban szervezi ezt a történész konferenciát. Üdvözöllek, kedves Imre, és akkor hát beszéljünk erről a történész konferenciáról, hiszen nagyon izgalmas téma ez a földkérdés. Sokan talán bele sem gondolnak, de hát azért én azt gondolom, hogy egy nemzet létének alapja a föld. Tehát föld nélkül igen, nehezen képzelhető el, hogy egy nemzet meg tudjon élni bármilyen féle fajta rendszerben. Igen. Köszönöm a meghívást, és nagyon örülök neki, hogy immáron negyedik alkalommal beszélhetünk egy, most már úgy mondanám, hogy hagyományos rendezvényről. Hát a negyedik után már mondhatjuk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a kollégákkal, amikor elkezdtük az idei évben is szervezni ezt a konferenciát, így átszámolgattuk, hogy hány ember fordult meg ezeken a rendezvényeken, milyen témák voltak, és úgy gondolom, hogy nem kell szégyenkeznünk az elmúlt 4 év teljesítménye miatt. Olyan jellegű konferenciát, olyan jellegű előadásokat sikerült az elmúlt években is idehozni városunkba, amelyek egyre nagyobb érdeklődésre is tartnak számot, illetve mi is igyekszünk reagálni azokra az évfordulókra, azokra az eseményekre, amelyek aktuálisan abban az évben fontosak lehetnek, vagy egy kicsit fontosabbak esetleg, mint mondjuk a többi. Csak ha áttekintjük, 12-ben a Kitaszítottak címmel került megrendezésre a konferencia. Ugye 11 novemberében adtuk át a Kitaszítottak kiállítást, és ehhez kapcsolódóan került ez megrendezésre. 13-ban város-falu témakörben volt. Ez egy átfogó cím volt, de úgy gondolom, hogy ott is nagyon értékes előadások hangoztak el. Majd a tavaly évben ugye az első világháború évfordulójának tiszteletére szerveztük az első világháborús konferenciánkat. Az idén, mint ahogy jelezted, Föld, parasztság, agrárium című konferenciára kerül sor, amelynek az apropója pedig az 1945-ös földosztásnak a 70. évfordulója. No, hát elnézve az előadók sorát, hihetetlen nagy neveket láthatunk itt ebben a meghívóban. Hogy sikerült, gondolom, ez mindig elég nehéz, könnyű, nem tudom, te tudod, hogy a kollégák, tehát akik ebben a témában igazán járatosak, hiszen azért vannak itt olyan nevek, akik az imént említetted, hogy hát szinte etalonnak számítanak e témakörben. Könnyű őket megkérni arra, hogy készüljetek már egy 10-15 perces előadással. Hajdúnánáson lesz ez a konferencia, nem egy nagyvárosban, nem Debrecen, nem Budapest. Igen, mondhatnám, hogy is. Abban a tekintetben, hogy mondjuk az első konferenciát, amit most már 4 évvel ezelőtt szerveztünk meg, akkor talán ez kérdésesebb volt, hogy nem ismerték igazából a város sem, meg biztosan voltak vegyes érzelmek, hogy ez most milyen jellegű konferencia lesz. De úgy gondolom, hogy az elmúlt éveknek a sikerei, eredményei gyakorlatilag ezt a konferenciát egy olyan szintre emelték, hogy mondhatom, hogy egy elég komoly nívója is lett, így ezeket az előadókat felkérni most már úgy gondolom, hogy nem volt igazából nehézkes. Itt, hogy csak az előadók közé, illetve a megjelent tervénk szerint itt megjelenő vendégekre tekintek, itt lesz Fehér György, aki gyakorlatilag az elnöki szerepét is fogja vinni ennek a konferenciának, a mezőgazdasági múzeumnak a főigazgatója, a tavaly évben került nyugdíjazásra. Fehér György igazgató úr, ő gyakorlatilag a magyar agrártörténetírásnak az egyik most pillanatnyilag meghatározó személyisége, illetve nagy tudója, de ugyanígy mondhatnám Orosz István akadémikus urat, aki csak azért nem tudta vállalni az idén az elnöki tisztséget, mert egy akadémiai rendezvény van Budapesten, viszont a rendezvényen részt fog venni, közbe fog érkezni, úgyhogy most talán a legnagyobb élő agráriummal foglalkozó magyar történész Orosz István, de Papp Klára, a Debrecen Egyetem Bölcsészettudományi Kar dékánja is ígérte, hogy jelen lesz a rendezvényen, de sorolhatnánk Varga Zsuzsanna,
az ELTE-ről, az ELTE doktori iskolájának tagja, az ELTE egyik vezető oktatója. Mezőgazdasági témában ő is egy megkerülhetetlen, az Agrártörténeti Szemlének az egyik főszerkesztője. Úgy gondolom, hogy egy olyan illusztris társaságot sikerült az idén is erre a konferenciára megnyerni, elhívni, akikkel nem vallunk szégyent, illetve olyan jellegű előadásokat kértünk az előadóktól, amelyekkel a hétköznapi ember számára is megközelíthető, megfogható közelségbe kerül ez a immáron 70 éves történet. Ugye föld, agrárium, parasztság, tehát ahogy elnézem például, ugye az első előadó rögtön Fehér György lesz, és Darányi Ignác birtokpolitikájáról. Na most ezzel kapcsolatban, ugye ez a magyarországi földbirtok viszonyok, azok elég hosszú ideig, tehát ilyen nagy birtokok voltak. Igen. És akkor ennek egyfajta, tehát ugye az idő előre haladtával a fejlődés ugye magával hozta, hogy ezen valamilyen szinten változtatni kellene, valamit tenni kellene, hiszen ugye emlékszünk a nagyotádi féle földreforma, tehát valami már ott a 19. század vége, 20. század elején elindult. De egy nagyon picit Darányi Ignáccal, hiszen gyakorlatilag ugye itt egy ilyen EU-s pályázati projekt is kapta a nevét róla, hogy ki volt Darányi Ignác. Nagyon sokan valószínű nem is tudják, hogy ki is volt ő tulajdonképpen. Igen. Darányi Ignácról, hogyha csak röviden kellene jellemezni, illetve bemutatni őt, talán a kiegyezés korának az egyik legmeghatározóbb agrárpolitikusa, akinek a nevét azért is nem véletlenül ezeknek az EU-s, vagy ennek a kimondottan EU-s programnak a névadója lett, mert nagyon jó fölmérte azt a helyzetet, amiben aktuálisan a magyar gazdaság, a magyar agrárium ebben az időszakban volt, és a nevéhez fűződik számtalan olyan modernizációs gondolat, amely a magyar mezőgazdaságot most divatosan úgy fejeznénk, hogy versenyképesebbé tudta tenni. Magához a földbirtok viszonyokhoz nem tudott hozzányúlni. Az, hogy tervezte vagy nem tervezte, erről igazából szerintem történészek is vitát tudnának rendezni. De összességében el kell mondani, hogyha mondjuk csak áttekintjük az elmúlt másfél évszázadot, amely mondjuk a földkérdés tekintetében nagyon meghatározó, a legnagyobb változást a magyarság történetében az 1848-as forradalom és szabadságharc hozza, mint annak egy pozitív eredménye és megmaradó eredménye a jobbágy felszabadítás, amely nagyban formálta a magyar mezőgazdaságnak a szerkezeti struktúráját, de gyakorlatilag ehhez a struktúrához, mármint a magántulajdonhoz, és ahhoz a kialakult struktúrához, hogy egy elég domináns nagybirtokos rendszerrel lépünk át a 20. századba, ehhez Darányi sem tudott, ereje sem volt, meg aktuálisan akkori politikai hangulat sem tehette volna ezt lehetővé, viszont azt meg kell hagyni, hogy a lehetőségekhez képest igyekezett modernizálni úgy a nagybirtok tekintetében, mint a életképesebb 20-40 hold közötti földterülettel gazdálkodókat is próbálta olyan programokkal, olyan anyagi lehetőségekkel segíteni, amelyeknek eredményeképpen a magyar mezőgazdaság a 20. század első harmadában, negyedében mondhatjuk, hogy versenyképesnek számított. Természetesen ehhez szükség volt a monarchia védővám rendszerére is, ugye gyakorlatilag egy birodalomnak a részeként, fő mezőgazdasági ellátójaként tudtunk szerepelni, viszont ahhoz kellettek ilyen nagyformátumú politikusok, akik ebben kiemelkedőt tudtak alkotni, mint Darányi Ignác. Erre szerettem volna rákérdezni, de tulajdonképpen már nagyjából el is mondtad, hiszen ugye egyrészről volt a Darányinak ez a reform jellegű elképzelései, hogy versenyképessé váljunk Európa mezőgazdaságával. Tehát, hogy le voltunk mi maradva, hiszen a másik oldalról pedig azt tudjuk, hogy Európa, hát népszerűen szóval éléskamerájának számított Magyarország. Igen, ez egy kettősség, de azért azt meg kell hagyni, hogy az, hogy valaki jó mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik, még az nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk a piacon teljesen ki is tudja ezt használni. Ahhoz, hogy a piacon megfelelő módon tudjunk szerepelni, és már itt a 20. század elején azért ez elég komolyan szerepet kapott. Gyakorlatilag a 20. század elejének gazdasága az talán jobban hasonlít a 20. század végéhez, mint mondjuk az 1950-es évektől a 1990-es
90-es évekig a magyar mezőgazdaságban, ami lezajlott. Ennek eredményeképpen azért szükség volt olyan modernizációs eszközökre, hogy új gépek, berendezések, hogy minél termelékenyebben, minél nagyobb hatásokkal tudjanak termelni ezeken a jó adottságú területeken, illetve az állatállományban is olyan változtatásokat kellett megvalósítani, amelyek eredményeképpen egyre inkább eltolódott a húshasznosítású szarvas, marha, sertés, tenyésztés tekintetében is. Olyan változtatásokra volt szükség, amely eredményeképpen sokkal jobb feltételekkel, sokkal jobb lehetőségekkel tudtak a magyar gazdák megjelenni ezen a nagy piacon, illetve a piacon, a Monarchia piacán túl is, mert ugye erre is törekedtek, akár délnémet vagy olasz területek irányába is folytatott kereskedelmi kapcsolatokat Magyarország, illetve a Monarchia ebben az időszakban. És ehhez kellett egy olyan ember, aki ezt lássa, átfogja, és tudja mai szóval mondva menedzselni. Tehát gyakorlatilag valamiféle fajta párhuzam vonható napjaink földkérdése, hiszen gyakorlatilag most ugye ismét egy olyan helyzetben vagyunk, amikor egyrészt bizonyos mértékben védeni akarja a magyar állam a hazai föld tulajdont, ugyanakkor pedig hát modernizációra is, tehát itt is fejlesztésekre van szükség, amit viszont némileg EU-s forrásokból fedezünk. Hát lehet, hogy erős egyértelmű párhuzamot vonni, de azért összességében, mint ahogy itt a beszélgetés elején is erre kitértünk, a Darányi Ignác neve az innovációt, a fejlődést, az előremutató megoldásokat is jelentette, és úgy gondolom, hogy most is jelenti, mert a magyar mezőgazdaság most is rendelkezik meglehetősen jó adottságú földterületekkel, viszont hogyha ezekkel a termékekkel mi túl szeretnénk lépni a ország határain, vagy akár a kontinens határain is bizonyos termékekkel, ahhoz szükséges az a innováció, az a fejlesztésre való készség, amelyre óhatatlanul források kellenek, és most a források erre nagyobb részben uniós bücséből állnak rendelkezésre. Noha már itt az uniónál tartunk, ugye látom az előadásokból, hogy határon túli, tehát ugye, de persze hát a cím is az, hogy Kárpát-medence, tehát a határon túli területek, gondolom azért elsősorban a magyarság által lakott területek földkérdései ezek, amik itt majd szóba jöhetnek Maros megyében 547-59 között, vagy például a szlovák nemzetépítés szolgálatában a földreform. Hát ugye napokon belül emlékezünk Trianonra. Hát ugye azt tudjuk, hogy Trianon után Magyarország hát nem jelentős, de igencsak jelentős, én mégiscsak azt gondolom, hogy jelentős jó föld területeinek részét elveszítette. Bácska, Bánát, igen, Dunántúli részek, de az erdélyi részeket is. Ez hogyan tükröződött, tehát mit tudott Magyarország akkor tenni, hogy ezeket pótolja valamilyen szinten? És egyáltalán például az ott élő földbirtokok, tehát mert ugye gondolom, nagy földbirtokok ott maradtak, akkor a földbirtokosok is ott maradtak. Ez mondjuk lehet, hogy nem annyira szerves része ennek a témának, de engem speciál érdekelne. Országonként változó, de mondjuk nem kerültek könnyű helyzetbe. Jó esetben a tulajdonjoga megmaradt, viszont számtalan állami visszaélés atrocitásra került sorra, amelynek eredményeképpen, majd itt az előadásokból meg is fogjuk tudni, hogy ez országonként különböző mértékben, de ez egy nagy mértékű visszaszorulását jelenti értelemszerűen a magyar tulajdonban lévő nagy birtokoknak. Ezeket általában az utódállamok, a nemzeti gazdaság a saját paraszti rétegeik megerősítésére próbálják fordítani, illetve állami célokra kisajátítani az erdőket. Úgyhogy itt elég komoly jogsérelem éri, azon túl az a nagy áldozaton túl, hogy a trianoni békeszerződés értelmében mekkora területeket vesztünk. Mezőgazdasági tekintetben kettős a Trianon, ilyen tekintetben a trianoni helyzet által előállt új világ. Abban a tekintetben, mint ahogy jelezted, elvesztettünk óriási területet, ugye a kétharmadát elvesztjük az országnak, és ezen belül is fontos megjegyezni, hogy a délvidék, a Kárpát-medence, az osztrák birodalom éléskamrája, Bánát, Bácska, Baranya térség, ugye a legtöbb napsütéses óra volt a magyar területhez nézve. Jó talaj, és a búzának a legalkalmasabb egész Európában ez a terület. Ugye ezt elvesztettük, viszont azt is meg kell jegyezni, hogy az elvesztett területeknek egy túlnyomó hányada az döntően hegyvidék, dombság, illetve olyan adottságú terület, ahol intenzív mezőgazdasági kultúrát nem lehet folytatni. Úgyhogy egy ilyen sajátos, inkább sajátos helyzet áll elő, ugyanis a Trianon utáni csonka Magyarország területe mezőgazdasági hasznosíthatóság tekintetében előrébb
jár, mint az nagy országra számítva, ugyanis az egységnyi területen megtermelhető búza vagy bármilyen termény sokkal jobb eredményekkel lehetett előállítani, mint mondjuk a Nagy Magyarországra vetítve. Ugye itt a térségünkben is 20 aranykorona fölötti földek vannak döntően, vannak kisebbek is, de azért döntően nem ritka a 24-26 aranykoronás föld sem, és ez úgy általában is az alföld jelentős részéről elmondható. Viszont mondjuk a Párciumon túli területek, a Királyhágon túli területeknél ez az aranykoronérték, ez csak néhány aranykoron, ezek döntően erdő, rét, legelő besorolásúak, illetve olyan területek, amelyeket kénytelenek mezőgazdasági művelés alá vonni a helyi lakosság ellátása érdekében. Ugye a területnek az egyik fő terméke a krumpli, nem véletlenül, mert ugye azon az adottságon, azok között a napsütéses órák, illetve csapadékviszonyok mellett, meg nem utolsó sorban a talajviszonyok mellett, csak bizonyos kultúrák tudnak olyan termést hozni, amiért megéri őket termelni. Bizonyos esetekben mondjuk a búza, vagy különböző gabonafélék be se tudnak érni. Ebből kifolyólag egy ilyen sajátos helyzetet teremt, hogyha a mezőgazdasági termelés színvonalá felől közelítjük meg, ilyen tekintetben a csonka területen jobb minőségű termelést lehetett folytatni. No, az imént ugye említetted, hogy a mi területünkön 20 aranykorona, tehát viszonylag jó termő, főleg ugye ott a nyírségi részen, tehát a puszta és a vid környéki részen jó termőföldek vannak, mondjuk a rét nem ide tartozik, de azt is azért nagyon jó. A neve is mondja, hogy alapból ugye döntően nem szántó. Tehát nem szántó, csak ugye kultúra. Befogták. No, hát ugye a te témád a földosztás Hajdonállásod. Igen. A földosztás ez egy igen érdekes téma lehetett Hajdonállásod, hiszen azt tudjuk, hogy nálunk nem voltak nagy birtokok. Hogyan zajlott ez Hajdonállásod? Mert hát ugye volt annó még, ugye tehát Magyarországon egy földosztás valamikor 1919-ben még Károlyi gróf tette ezt meg Kál környékén. De hát azt gondolom, hogy őt nagyon senki nem követte e tekintetben. És majd utána jött 1945, amikor viszont hát a teljes birtokszerkezet átalakult néhány év alatt. Abszolút. Kezdeném ott, hogy ez a földosztásnak a gondolata, ez sokkal korábban megfogalmazódott már ez az 1910-es évek folyamán is. Majd amikor testet ölt a nagyatádi féle földosztás formájában, ez igazából egy látszat intézkedésnek jó volt, de arra, hogy a struktúrát, a mezőgazdasági termelést gyökeresen átalakítsa, erre nem volt alkalmas. Igen, hát olvashattunk szépirodalmi alkotásban is Móricz is, hogy tehát ilyen nadrág szíjparcelláknak nevezték őket, tehát igazából pontosan. Kis házikertnek talán, konyhakertnek talán alkalmas. Pontosan. Nem. Hajdonállásban is, most kutatásaim alapján arra jutottam, hogy Hajdonállásban is történt minimális földosztás ebben az időszakban, 1920-ban. Itt 643 családot érintett, és átlagosan 1-3 volt földterülettel, azaz ez bőven nem volt arra elég, hogy egy kisebb, de egy nagyobb családnak az ellátására teljesen alkalmatlan volt. Gesztusértékű volt mindenképpen, illetve a cél az volt akkor is, hogy ez majd tovább fogja, generálni fog egy újabb földosztást, és a földbirtok viszonyokat fogja rendezni. Viszont a háború utáni időszak nem volt alkalmas arra, hogy ez tovább mehessen. A két háború között is kormányzati szinten is voltak elképzelések, illetve a háború alatt több döntés is született kormányzati szinten, ugye a vitézek számára, illetve ekkor már klasszikusan nem vitézekről beszélünk, de számítottak arra, hogy azért nagy számban lesznek rokkantak, sebesültek, hogy a számukra, a családjuk számára mindenképpen egyfajta természetben juttatásként majd földet a háború végén. Igen, tehát a hadigondozottak, hadijárnak. Igen, ugye ez az első világháború után is megvolt ennek a módja, itt a második világháború után is gondolkodtak ebben, viszont a világháborúnak a vége egy olyan fordulatot hoz a magyar társadalom számára, illetve az egész világ és szűkebb régiunk Kelet-Európában, amely teljesen új helyzetet is teremtett. Olyannyira új helyzet és olyannyira gyorsan történt ez a változás, hogy gyakorlatilag nincs vége a háborúnak. Azt ne felejtsük el, ugye áprilisban hagyja el a front Magyarországot, májusban lesz vége klasszikusan a háborúnak, 45-ben, viszont 45 március közepén az ideiglenes nemzetgyűlés Debrecenben, ez ugye nagyon fontos, hogy megyeszékhelyünkön, már intézkedik arról a 600. intézkedésében, hogy földosztás, általános földosztást rendelnek el, és ez a földosztás gyakorlatilag
jelenti a teljes magyar nagybirtoknak a megszüntét, illetve a gazdag paraszti területeket is, hogyha az 200 hold fölötti területet érintő részének a szétosztását, illetve az úgynevezett úri birtok, ami azt jelenti, hogy nem megélhetés gyanánt van ez a föld, hanem általában ezek haszonbéletbe adott földek, és a tulajdonosának nem ez a fő tevékenysége, ezeknek a földterületeknek is a föld alapba való sorolását, és majd a kiosztását fogja jelenteni. Hajdúnánás élen járt szó szerint ebben a földosztás kérdésében, ugyanis ez március 17-én kerül elfogadásra, viszont Hajdúnánáson már március 6-án megalakul a helyi földosztó bizottság, amelynek a fő feladata az lesz első körben, hogy fölmérje a rendelkezésre álló területeknek a nagyságát. A második lépés az, hogy a fölmért területek alapján a beérkezett igényeket elbírálja, hogy jogos, nem jogos, és majd valamiféle bölcs döntés eredményeképpen ezeket a földeket kiosztja, illetve nem utolsó sorban fontos megemlíteni, hogy azon túl, hogy termőföldosztásról van szó, házhelyeknek a kiosztásában is gondolkodik, és majd ez sorra is fog kerülni. Országosan elmondható a földosztásról, hogy 5,6 millió holdat érint, mintegy 75 ezer birtok kerül felosztásra, átlagban 5,1 hold az átlag birtok nagysága, ami a földosztás eredményeképpen kiosztásra kerül. Ez az összes földterület 35%-a, amely 642 ezer igényjogosult között került kiosztásra. Mondhatnánk, hogy kevés, de azt meg hozzá kell tenni, hogy ettől nagyobb földterület meg nem áll rendelkezésre, még Magyarországon sem mezőgazdasági terület. A lehetőségekhez képest próbálták a maximumot kihozni ebből a földosztásból, viszont az fontos, és Donát Ferencre szeretnék hivatkozni, aki a földosztással kapcsolatban azt fogalmazta meg, hogy ezt a földreformot nem egészítette ki egy agrárreform, ami szükséges lett volna ahhoz, hogy ha már ekkora földterület áll rendelkezésre, ezen a lehetőségekhez képest a leggyorsabban, a leghatékonyabban, a legnagyobb szaktudás tudjanak hozzákezdeni az új gazdák a földjük megműveléséhez, aminek egy sajnálatos velejárója lesz az, hogy ezek a új gazdák megkapják ugyan a földterületet, viszont klasszikusan se eszközük, és a szakértelemmel is elég kérdezni, komoly problémák, hiányosságok vannak. Hogy az addig rendben is van, hogy kaptak 5-6, ne talántán 7 hold földet, de hát mivel művelték meg? De jószágállomány, eszköz. Tehát gyakorlatilag semmiük nem volt. Tehát hogy tudott ez egyáltalán működni? Hát, a föld megművelése. Igen, igen. Mondhatnánk, hogy a magyarság, így aztán a hajdúságnak kimondottan egy kreatív csoportja az emberiségnek. Ebből kifolyólag a rossz lehetőségek, mondjuk most úgy is megfogalmaznánk, hogy elég kilátástalannak tűnhetett akkor egy gazda számára, hogy már földje van, viszont nagyjából nincsen hozzá se igavonó. Kalakába dolgoztak? Összességében megoldják. Van központi segítség is abban a tekintetben, ami jelenti azt, hogy akik rendelkeznek eszközökkel, azokat kötelezik, nem feltétlenül örülnek feltétlenül azok, akiket mondjuk köteleznek arra, hogy átadják a gépeket, igavonó erőt biztosítsanak azok számára, de még mégiscsak valahogy el kellett indítani a termelést, úgyhogy ez átmenetileg érthető. Illetve itt a földosztás tekintetében fontos megemlíteni azt, hogy a kommunista párt már ekkor 45 tavaszán elég komoly befolyást szerez magára, a földosztás kérdését is igyekszik a lehetőségekhez képest magához ragadni. Maga a földosztással megbízott miniszter, ugye Nagy Imre lesz, akinek a feladata lesz, hogy ezt kidolgozza, illetve levezényelje, és ő ugye a kommunista pártnak a delegáltja az ideiglenes nemzetgyűlésben, és a kommunista párt is nagyon jól látja azt, hogy ezek a földterületek arra alkalmasak, hogy most egyfajta eufóriát okozzon, és hozzájuk, amennyire csak lehet, ez egy pozitív történet legyen. Viszont az lehetett már ekkor is látni, hogy ezek a új gazdák hosszú távon nagyon nehezen lesznek életképesek, hogy gazdálkodjanak, és az önellátáson túl piacra termeljenek. Ezt nagyon jól felmért a kommunista párt. És a kommunista pártnak a gondolatai között már megjelentekkor, természetesen nem beszéltek róla, és nagyon gondosan ezt palástolták is, és tagadták is még 47 magasságában is, hogy ők már ekkor is abban gondolkodtak, hogy ezek az új gazdák, ezek nem önállóan fognak rajta gazdálkodni, hanem a lehetőségekhez képest minél hamarabb ezeket szövetkezetekbe kell tömöríteni, és közösen kell megművelni, közös termelőeszközökkel, közös állatállománnyal, igavonó, illetve gépekkel, amelyet ekkor még nem volt számuk, ők is felmérték, azt ildomos, hanem inkább hagyták ezeket az embereket abban
abban a tudatban, hogy örüljenek is. Érződik is az a fajta tenni akarás, ami azt jelenti, hogy a 47-es, 48-as évre egész komoly termelést tud már a magyar mezőgazdaság produkálni. Néhány év alatt próbálja azokat a sebeket begyógyítani, amelyeket a háború okozott. És hogyha a sebekről beszélünk, itt készítettem egy kimutatást, hogy mekkora veszteség is érte hajdunánás lakosságát, hajdunánás mezőgazdaságát a háború átvonultának eredményeképpen. Az országos statisztikákkal próbálom összehasonlítani, az országos statisztikák is lesújtóak, de a nánási még inkább. Sertés tekintetében a háborús veszteség országosan 46%, úgyhogy gyakorlatilag a fele sertés állománya a háborúnak esett áldozatul, az átvonuló hadseregeknek a pusztításának. Hajdunánás esetében 69% a pusztulás. 7549 sertésből 1359 marad, nagyjából a 30%-a marad meg a sertés állománynak, úgyhogy ez azért még az országoshoz képest is egy nagyon rossz eredmény. Szarvasmarha tekintetében nagyjából 50% az országos pusztulás eredménye, hajdunánáson 68%-a pusztult el a háborús kártétel. 7377 szarvasmarhát írtak össze a városban, és ebből a háború végén 2337 darab maradt meg, nagyjából 31,6%-a. Ló esetében még szörnyűbb a kép, országosan 60%-a pusztult el, vagy esett áldozatul, vagy elvitték, vagy bármiféle módon oda lett. A hajdunánás esetében az 1098 lóból 247 darab marad, azaz 77%-os a pusztulás a háború végén. Ennyi igavonó erő áll rendelkezésre a városunkban. És ne felejtsük el, hogy ebben az időszakban a gépesítés még nem előre haladott, mondhatnánk egyáltalán döntően cséplőgépekről beszélünk, néhány traktor, amivel számoltunk, viszont ezek is áldozatul esnek a front átvonulásának, a szekerek, mindenféle olyan eszközök, amelyek nélkülözhetetlen a mezőgazdasági termeléshez. Ennek eredményeképpen azért nincs egy könnyű helyzetben a településünk, viszont azt meg kell hagyni, hogy a lehetőségekhez képest ezek az új gazdák, a régi gazdákat bevonva, vagy önszántukból, vagy nem, ez mondjuk kérdéses, de néhány év alatt próbálják befoltozni ezeket a sebeket is, és látszanak a statisztikákból, hogy néhány év alatt fut föl a szarvasmarha állomány, a sertés állomány, a baromfi állomány, ugye minden válogatás nélkül áldozatul esett a német csapatok visszavonulásának, majd a vörös hadsereg bevonulásának. Úgyhogy szerintem nagyon fontos megjegyezni. Tehát óriási veszteségeket szenvedett el hajdunánás, és ennek ellenére, tehát én, mint ahogy te is mondtad, de valahol azért ennek a modernkori föld közösségnek azért csak megvoltak valahol ezek az ősi gyökerei, hiszen másképp nem, tehát nem tudták volna, tehát csak segítették egymást. Minden bizonyan. Társadalmi hovatartozásra való tekintet nélkül. Tehát azért én azt gondolom, hogy ez óriási tiszteletet parancsol, mert szóval az csak azt tudja, aki megért egy háborút, hál' Istennek, mi már nem értük meg, de ne is érjük meg, hogy, tehát, hogy mekkora veszteség az, amikor nincs mihez nyúlni. És még csak segítségért sem tud fordulni, hiszen az ország is úgy állt, ahogy állt. Tehát igen, igen. Nagyon nehéz helyzet ugye lehet. Ne felejtsük el, hogy a 45-ös év abban a tekintetben is nagyon nehéz, hogy 44 őszén ér ide a front, 44 november 1-én vonulnak be a város. Pont a betakarítás, illetve azt se felejtsük el, hogy a városban a férfi lakosságnak egy jelentős része az vagy katona, vagy hadifogságban van, rosszabb esetben már nem is él. Ennek eredményeképpen a munkára fogható lakosság száma is, és tisztelt azoknak a nőknek, időseknek, gyerekeknek, akik a háború utolsó időszakában helyt állnak, mert helyet kell állni a férfiak helyett a nőknek, mert nincs, aki dolgozzon effektíve a határban. És erre jön 44 őszén a front, elmaradnak az őszi munkálatok, nem történik meg a felszántása a földeknek, 45 tavaszán meg már nincs, amivel felszántsák, mert jó esetben nem marad, vagy hát rosszabb esetben nem marad igavonó állomány, nincs, amivel megműveljék. Úgyhogy ez a 44-45-ös év, ez egy borzalmasan nehéz mindenki számára, és nem csak azok számára, akik akkor frissen kaptak földet, hanem azok számára is, akik egyébként egy felszerelt gazdasággal rendelkeztek, mert eznek rosszabb esetben csak az emléke maradt meg, semmiféle eszköz, illetve igavonó állomány nem. Tehát ez is egy izgalmas időszaka. Nem csak az ország, hanem városunk történetének is, hogy is volt ez, mint is volt ez a 45-ös földosztás, és hát utána aztán ezek az új gazdák, földhöz jutott gazdák, hogyan gazdálkodtak ezen a területen. Azt hiszem, hogy a föld szeretete a parasztemberben független attól, hogy gazdája volt, vagy csak megművelte, tehát cselédként, béresként dolgozott rajta, de én azt hiszem, hogy ez egy ilyen belülről jövő valami érzelmi kötődés is lehetett náluk. Én legalábbis a paraszt embereknél ezt tapasztaltam, hogy
hihetetlen kötődésük volt a földhöz. Hát ma már nem tudom, de régen ez biztos, hogy megvolt. Igen, igen, mindenképpen. Ugye a kenyér az gyakorlatilag az élet. Ha kenyeret akarunk enni, ahhoz meg ugye a beszélgetésünk elején onnan indítottunk, ahhoz meg föld szükséges, és ezek elválaszthatatlan. És ennek a körforgásnak elválaszthatatlan része az a tisztességes, dolgos, paraszti réteg, aki ezt a nemzetet több mint 1000 év óta táplálja, és dolgozik, és minden nap újra kezdi. Amit leromboltak 44 őszén, az felépíti 44 vagy 45 tavaszán, nyarán, másik év telén, és ahogy érkeznek haza a frontról a férfiak, indul a gazdaság, és gyakorlatilag egyfajta derülátás van az emberekben, hogy ettől már rosszabb nem jöhet. Ami valahol jogos is volt, ugye a háború pokla átvonul a városon, az országon, a front, a férfiakat nagyobb része ugye nincs itthon, akik itt vannak ugye 44. november 3-án éjszaka, több száz férfit ismételtelenül hurcolnak a városból, de ennek ellenére is 45-ben mégiscsak egyfajta fellélegzés is, egyfajta jövőbetekintés tapasztalható. Látszik a korabeli lapokon, korabeli statisztikákon egyre több gyerek születik, és megindul az új élet, és az emberek bizakodnak abban, hogy ettől rosszabb már nem lehet, és hát sajnálatosan megint csalatkozniuk kell, mert néhány év múlva megint a poklok poklát kell megélni, és azoknak is, akik egyébként frissen jutottak földhöz, nem azért feltétlenül, mert őket is kuláknak nyilvánítanák, hanem olyan nehéz élethelyzetek alakulnak ki, olyan nehéz termelési viszonyok, ráadásul a természet sem túl kegyes itt az 51-es, 52-es évben, aminek eredményeképpen gyakorlatilag ő is ugyanúgy, mint aki rendelkezik nagyobb földterülettel, a jegyrendszer adta keretek között tud élni, a jegyrendszer adta keretek között tud vásárolni kenyeret, hústerméket, amit termel, az kötelező beszolgáltatás alá kerül. Hogy ez egy nem könnyű időszaka a városunknak sem, meg az országunknak sem. Én még személyesen emlékszem, úgy neveztük, hogy beadási időszak. Tehát ez 56-ig fent. Igen, igen. Azt hiszem, tehát amikor mindent, de mindent, százalékos arányban be kellett adni, és aztán az senkit nem érdekelt, hogy mondjuk a gazdának marad. Vagy marad, vagy persze, nem marad. Persze, hát megoldották, tehát mindig megoldották valamilyen szinten, tehát a parasztember az azt szokták mondani, hogy aki igazán az jó gazda, az a jéghátán is megél, és ez tényleg így is van. Imre, ugye ezeknek a konferenciáknak eddig is mindig úgy volt, hogy a konferencia anyagát egyfajta kötetben rendeztétek. Gondolom ez most is így történik majd. Igen, igen. A tavalyi, már történt is. Már folyamatban van, szerintem ezekben a percekben már a nyomdagépben van a könyv, úgyhogy terveink szerint ezt már pénteken ki is tudjuk osztani. Mindegyik konferenciáról készült kötet, úgyhogy ez már a sorrendben a negyedik kötet lesz, amit kiadunk a konferenciákhoz kapcsolódóan. Az 12-es, 13-as az már megjelent. A 14-es a tavalyi, az is kész van, de ott van egy kis összecsúszás, hogy pont akkora lett kész, mire az új, úgyhogy előreláthatólag most a konferencián bemutatjuk a földosztásost, az első világháborúst pedig valamikor valószínűleg vagy a nyár elején, vagy lehet, hogy már kora ősszel fogjuk bemutatni, de az a kötet is kész van. Úgy gondolom, hogy ezeknek az előadásoknak hát az eszenciája, ha nem is teljes egészében, de a könyv lapjairól is vissza fog köszönni. Szóval az eszenciát azért mondom, és ezzel is próbálom a kedves közönséget arra bátorítani, hogy ezen a héten, azaz június 5-én pénteken 2 órakor a Városháza dísztermébe látogassanak el, és legyenek részesei egy ilyen konferenciának. Más érzés, mint mondjuk egy könyvet olvasni, vagy ennek a tanulmányoknak a sorát elolvasni, amikor a szerzőktől, előadóktól hallhatja azokat a gesztikulációkat, azokat a plusz információkat, mert óhatatlanul az ember lead egy kéziratot, és utána még számtalan olyan új forrás kerül a kezébe, számtalan olyan új megközelítés fog szöget ütni a fejébe, amelyet itt a konferencián elő fog adni, és az, hogy egyé tud válni az ember a témával, és csak egy néhány órára, 2-3 órára ki tud szakadni a mai felgyorsult világunkból, az mindenképpen szerintem egy meghatározó érzés. Ez is vezetett minket, hogy ezt a konferencia sorozatot folytatnunk kell, mert úgy gondolom, hogy egy színfoltja bizonyos tekintetben a város kulturális életének, és szeretnénk is folytatni az elkövetkező időszakban is, mert igény mutatkozik. Mindenféleképpen, hiszen az a fajta együttműködés a Debreceni Egyetemmel, főként a néprajzi történész tanszékekkel, ez valami, hát nem példanélkül való, de azért gondolom nem túlságosan sűrűn fordul az elő, hogy egy ekkora egyetem, hát most már negyedik,
és hát vélhetően ez folytatódni fog a következő évben is, 2016-ban. Nem merem megkockáztatni, de azért mégis csak gondolom, hogy talán 1956 lesz majd a téma, hiszen pontosan egy 60 éves évforduló következik. Már igen, nem igen. Tudom, hogy gondolkodtatok-e már az elkövetkezendő év témáin, úgyhogy... Azt tudnám ezzel kapcsolatban mondani, hogy itt a konferencia szervezésénél mindig is nagy segítséget kaptunk a Debreceni Egyetemtől, de az idei évben ez is egy új szintre lépett. Ugye a hajdunánás lakossága tájékozódhatott róla, hogy az elmúlt időszakban az elmúlt egyel ezelőtti testületülésen került elfogadásra a Debreceni Egyetem és Hajdunánás város közötti együttműködési megállapodás. Ezt elfogadta azóta a Debreceni Egyetem szenátusa is, a legfőbb döntéshozó szerve, és a várhatóan ennek az aláírása is néhány napon belül sorra kerül, de már ezt megelőlegezve az idei konferenciának a szervezésébe, illetve nem utolsó sorban finanszírozásába nagy szerepet vállalt a Debreceni Egyetem a különböző pályázatain keresztül. Ennek eredményeképpen már az idei konferenciának a költségeinek a nagyobb részét azt a Debreceni Egyetem vállalta magára, ezzel is segítve egy jó kezdeményezést, illetve egy jó kapcsolatnak a további építését, amely remélhetőleg az elkövetkező időszakban újabb eredményeket fog hozni más területen is. A jövőről pedig azt szeretném mondani, hogy két téma is van a jövő évre. Ez jelentheti azt, hogy lehet, hogy két konferencia is lesz, mert két olyan téma, amelyet nem lehet megkerülni, és mindegyiknek kerek évfordulója van. Az egyik az 1916-os menekültek, a székely menekülteknek a témája, amelyről Buczko József igazgatóval már egyeztetés volt, hogy pont kerek évfordulója van, és mindenképpen meg kell emlékezni. Arról a helytállásról, amit szintén a nánási elődeink mutattak 1916-ban. A másik téma pedig óhatatlanul 1956, amelynek megint csak kerek évfordulója van, és úgy gondoljuk, hogy egy ilyen évfordulót nem mehet úgy el az ember mellette, hogy ne csak egy megemlékezés és két beszéd legyen, hanem próbáljunk ennek is egy hátteret biztosítani. A 16-os téma is, illetve az 56-os téma is olyan, amely még azért tartogat olyan új információkat, olyan új eredményeket, amelyeket mindenképpen szerencsés lenne, hogyha ezeket a kutatásokat is végig folytatnánk. 16-ról talán már nehezebb, hiszen időben már 100 év, viszont 56 még velünk élő történelem. Imre, nagyon szépen köszönöm, hogy egy rövidke tájékoztatást tudtunk adni hajdunánási televízió nézőinek, és hát én remélem, hogy sokan eljönnek, ha nem is végigülik, hiszen elég hosszú lesz, 17 előadó van, ha jól számoltam. Hát igen, nagyjából hosszú lesz. De hát kiválasz valaki egy-egy érdekesebb témát, és bekukkant, benéz, leül, talán rabul ejti az, tényleg az a hangulat, ami egyébként ezeken a konferenciákon szokott lenni, hiszen nagyon jó hangulata van, közvetlen, és hát azért mégis a tudós emberek társaságában vagyunk. Nagyon szépen köszönöm, és hát sok sikert, és érdeklődve várjuk majd a könyvalakot is. Köszönöm. Mindentek. Keres egy minden téren megfelelő és kielégítő műszaki szaküzletet, akkor irány a Csiszer Kft. Televízió, tablettek, mobiltelefonok, számítástechnikai kiegészítők, kávékapszulák, mosógépek, ruhaszárítógépek, hűtő- és fagyasztógépek, gáz- és kombinált tűzhelyek, kisháztartási gépek nagy választékban. Színben, méretben, formában nálunk olyat talál, amilyet csak akar, és minden mást, ami műszaki cikk. Keresse Hajdunánás legnagyobb műszaki szakáruházát a Széchenyi körút 36 szám alatt. www.csiszerkft.hu. Egy darab a szenvedélyről. Egy darab a szerelemről. Egy darab az önfeláldozásról. Egy darab a küzdelemről. Egy darab a hatalom természetrajzáról. Egy darab arról, amit elfelejtettünk. Hogy kik vagyunk, és miért vagyunk itt. Egy darab az Árpádházi királyok korából. Csillag vagy Lilium. Ősbemutató a 15 éves Naná Színház előadásában. Június 4-én 19 órától.
Idén is megrendezzük Hajdunánáson a 9 éves hagyományra visszatekinthető Öhönfőző Fesztivált. A versenyen bárki bizonyíthatja, hogy övé a legjobb öhön a városban. A versenyzők jelentkezését június 9-ig várjuk. A főzéshez szükséges eszközökről a jelentkezők, a tüzelőről és a jó programokról mi gondoskodunk. A gyerekeknek bábszínházzal, a felnőtteknek Kristóf Milán színművész műsorával kedveskedünk. A jó ebédhez a nóta is szólni fog. Délután pedig Péter Szabó Szilvi gondoskodik a jó hangulatról. És ez még nem minden. Hozza el régiségeit és értékesítse, vagy válogasson a régiségek között az első hajdunánási régiségvásáron. 9. Öhönfőző verseny a Ligetben, június 13-án szombaton. Kedves nézőink, én egész biztos vagyok benne, hogy szinte majdnem mindannyian voltak már olyan szituációban, vagy egész biztosan lesznek majd olyan szituációban, hogy valamilyen jogosítványt szeretnének megszerezni valamilyen gépjárműre. És gyakorlatilag ilyenkor különböző rendszereket kell abszolválni, különböző vizsgákat kell letenni, és a végén aztán megkaphatják a jogosítványt. Na de hogyan is működik ez manapság? Erről beszélgetünk, szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Varga Miklóst. Miki, szerintem téged Hajdunánáson nem kell bemutatni és környékén senkinek, hiszen ha megpróbálnánk most összeszámolni, hogy hány embernek adtál már a kezébe ilyen-olyan jogosítványt, pár napig itt ülnénk. De szeretettel köszöntünk a stúdióba, köszönjük, hogy itt vagy is elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszöntelek téged és a tévénézőket is, és lehet, hogy nem kell bemutatni tényleg. Lassan 30 éve vagyok a szakmában, még csak 29. Egyszer megpróbáltad már összeszámolni, hogy hány jogosítványon lehetsz túl? Csak úgy nagyjából? Nem. Nem, de nálás lakosságának mindenkinek adhatnék jogosítványt, és meg az is kevés lenne, tehát 30-40 ezer fő fölött van. Nem csak a kategóriás képzésnél, hanem a hozzá kapcsolt szaktanfolyamoknál is. És azért hát azt a 40 ezer fő fölött van biztos. Ez óriási szám is, nyilván rengeteg élmény és tapasztalat az, ami már a hátad mögött van. És pontosan egy élmény és egyfajta tapasztalat generálta bennem ezt a beszélgetést, mert most vagyok túl ugye egy nagymotor vizsgán, neked köszönhetően sikeresen abszolválva, és pont ez a mostani rendszer volt az, ami nem is megdöbbentett engem, csak hogy mennyit változott a világ. 10 pár évvel ezelőtt szereztem meg a B-kategóriás jogosítványomat is, két élményem volt, ami így nagyon a fejemben maradt. Az egyik az az, hogy amikor a KRESZ vizsgát csináltuk, akkor kijött a vizsgabiztos egy reggel, hozták a stócot, a papírokat, leültünk, szétnyitottuk, tollal x-elgettünk, eltelt egy délelőtt, délben mindenki megebédelt, délután kijavították, az megint egy délután volt, és akkor valamikor késő délután megtudtuk az eredményt, hogy nekinek hogy sikerült is. Ehhez képest ma, amikor a nagymotorból mentem a KRESZ vizsgát megcsinálni, elküldtél Debrecenbe, bementem a közlekedés felügyelethez, leültettek egy érintőképernyős monitor elé, megnyomkodtam a gombokat, egy másik monitorra ránézett egy hölgy, és azt mondta, hogy Szabó úr, gratulálok, sikerült, itt a papír, ott az ajtó, menjen haza. Ez kb. 20 perc volt. Igen. Vagy a másik dolog, ami így megmaradt a fejembe a műszaki része a KRESZ vizsgának, hát egy régi piros zasztavát bontogattunk és raktunk össze, de ma már ez is teljesen másképpen működik. Hogyha most csak ezeknél a klasszikusoknál akarunk maradni, tehát mondjuk egy nagy motornál, vagy egy B-kategóriánál, akkor most hogyan működik a képzési rendszer? Most hogy néz ez ki? Mennyit változott? Mire kell készülni egy olyannak, aki szeretne ezen részt venni? Ez 2005 óta változott meg így, mert 2005-ben utoljára szeptember 29-én csináltunk tesztvizsgát 119 embernek, ezt tudom, és 9 bukásunk volt, ez egy jó dolog, tehát 10% alatt van a bukási arány. A megyei arány az például 41-2%, majdnem 45%, tehát ez az képest jó eredmény volt.
Az eleje most is, ahogy kezdődik, a tanuló bejön, elmondja az igényt, sokszor nem is tudja, hogy mi az igény, tehát nekünk kell feltárni ezt, és akkor utána egy, hát ez is egy folyamat, egy papírmunkai folyamat, hogy bejelentkezik, elkérjük tőle az adatokat, felvisszük, és utána orvosi alkalmaságát mindent leellenőrzünk, és utána tanfolyamon részt vesz, kap tőlünk CD-t, meg olyan anyagokat, amit otthon is tud gyakorolni pluszban, hogy gyorsabban menjen, jobb legyen a felkészülés, pontosabb legyen, pluszban mi a személyes hozzájárásunkkal csak segítjük, és megpróbáljuk az ő tempójában a haladást. Tehát van, aki gyorsabban halad, van, aki lassabban, és ennek próbálunk megfelelni, és nem akarjuk sietetni azt, aki lassabban, nem akarjuk gyors, vagy lassítani azt, aki gyorsabban. Felnőtt képzésnél nem egy iskola rendszer van, hogy reggel 8-tól délután 5-ig iskola, hanem otthon még, tehát ennél sokkal nagyobb problémái vannak az embereknek, de azért ez is fontos, mert a közúta kimegy, ott már megvannak azok a veszélyek, ezeket is megpróbáljuk elhárítani. Ez egy összetett dolog, mégis mindenkinek a saját igénye, haladása, tempójában szeretnék ezt csinálni. A jogszabályi háttér, hát az is módosult, pont ezek miatt, hogy jött az úgynevezett illíringes képzés, meg ez a fajta számítógépes vizsgáztatás. Hál' Istennek nem kell megijedni, mert csak egy érintőképernyő, csak nem X-et teszünk tóla, hanem kézzel érintjük. Mindig hiba volt az, hogy otthon hagytam a tollam. Manapság nem probléma, mert az ujjam mindenkinek ott van jó esetben. De tudok olyan asztalost, aki másik ujjam, de ez megoldható, így van. És az a vizsgák most már így mennek, és akkor rögtön az eredmény ott van. Ez gyorsabb is, szerintem jobb is. A kérdésadatbank az most változott megint, de ha valaki megtanult azokat a szabályokat, amiket alkalmazni kell, akkor az mindegy, hogy kérdezik. Igen, ezt akartam is tőled kérdezni, hogy most ugye a különböző kategóriáknál átalakították a KRESZ kérdéseket is. Van, ahol ugye többlet, meg bőségesebb, hogy azért mégiscsak több rétűen lehessen kérdezni a leendő közlekedőt. De te milyennek látod összességében ezt az egész rendszert most? Jobb ez, mint amilyen régen volt? Azt beszéltük, hogy dinamikusabb, gyorsabb. De a képzés szempontjából nektek jobb, hogy így működik ez a rendszer? Jobb is, meg nem is. Tehát kettős. És hogy nem mondjak rosszat, inkább arról beszél, azzal kapcsolatban, hogy jobb vagy rosszabb. Ha azokat a szabályokat megtanuljuk, nem csak szabály szerint bemagolni, hanem alkalmazás szempontjából is, akkor teljesen mindegy, hogy kérdeznek, hogy kettő vagy, meg három, vagy három, meg kettő, a végeredmény ugyanaz. Tehát, ha ezt a valaki megtanulta olyan módon, hogy tényleg alkalmazott, ugye, akkor ezzel nincsen probléma. Próbálják variálni a kérdéseket, valószínűleg azért, hogy ezeket a bemagolási dolgokat ki tudják küszöbölni. Ha már a bemagolást említetted, akkor gyakorlatilag hiába itt az internet világa, meg a nagy számítástechnikai rendszerek, azért arra még mindig szükség van, hogy bemenjen hozzátok az autós iskolába a tanuló, leüljön, a táblára fölrajzoljátok a szituációkat, az oktatóval megbeszéljétek, tesztlapokon gyakoroljon, tehát azért, hogy életszerű legyen és megtapasztalja ezt a dolgot, tehát azért ez fizikailag ez kell és szükséges. Szerintem az a legfontosabb, az emberi. Van egy törvényszerűség, amit szerintem ez igaz, ezt vallom, mióta kezdtem oktatni, hogy amilyen az tanuló-oktató viszonya, olyan lesz a tanuló közlekedési viszonya. Na most, hogyha egy számítógépes programban milyen lesz a közlekedés viszonya, nekimentünk a falnak, visszatolatunk, kezdjük előről. Hú, most elütöttük a gyalogos, semmi gond, visszatolatunk, jaj, még ért, nem probléma, megyünk tovább. De hát ez az életben nem így működik, itt sajnos nem szabad hibázni. És itt ide jön az oktatónak az ész, hogy jaj, hát máshogy gondoltam, számítógépes rendszerbe begyakoroltam, de ez nem biztos, hogy az életben életszerű teljesen. Tehát szerintem mindenképpen kell az emberi. És a közlekedésben, ha megnézzük, nem a szabály ismerete, nem ismerete okozza a legtöbb problémát, hanem pontosan az emberi hozzáállás sokszor. Mint nem csak a közlekedésben, hogy a mai világban bárhol. Igen, mert ugye azt nem említettük, csak itt most így érintőlegesen mondtad, hogy vannak most már ilyen szimulátorok is gyakorlatilag, ahol lehet gyakorolni a különböző gépjárművezetéseket, de hát ez korán sem életszerű. Nekünk van szimulátorunk is, így van, nem is... Tehát jól lehet vele nyilván szórakozni, tehát érdekes a történet. Igen, van olyan program is, mint bárki letölt, és akkor az a gyakorolja. Illetve van közlekedési szituációk is, sőt, városrészek vannak benne. Maga a veszélyhelyzetek gyakorlására az teljesen jó, mert olyan helyzetek jönnek elő, amit az életben tényleg vannak, csak ott már élesben tudjuk gyakorolni. Itt meg azért be tudjuk ezeket gyakorolni, hú, hát tényleg. Ugyanez van motorral is. De azért az élet is kell. Tehát a kettő együtt összeadva szerintem így tökéletes a rendszer. Gyakorlatilag, ahogy említettem is neked, ugye 10 pár év telt el az én B kategóriás és az A kategóriás jogosítványom között.
És például rengeteg olyan változást is tapasztaltam, amit már említettem neked, hogy mi egy régi zasztavát elkezdtünk ott szétszedni, összerakni, és hát gyakorlatilag sok dolgot megtapasztaltunk. Tehát egy nagyon egyszerű példa. Megtanultuk, hogy hogyan kell izzót cserélni az autón. De gyakorlatilag ma már ez másképpen működik, mert tudunk olyan gépjárműveket, amit be kell vinni egy szakszervizbe, a fél elejét lebontják, és mindenki az interneten, különböző fórumokon áldja is a tervezőmérnöknek a nevét, aki ezt kitalálta, azért, hogy egy első fényszóró izzót ki tudjanak benne cserélni. Tehát, hogy érzed, mindig változik a világ is, változni tud a képzési rendszer is ehhez idomulni, vagy változni? Tud, muszáj változni, csak nem egyenletesen változik, amikor a világ változik úgy, van, amikor egyik előrébb tart, mint a másik. És van, amikor a rendeletek előzik meg a világot, van, amikor a világ előzi meg a rendeletet. De általában mindig a világ megy előre, és akkor a rendeletet utána tudjuk állítani. Csak ez sok pénzbe kerül, nekünk is többek között, mint képzőszerv, meg az átlag állampolgárnak is a képzés szempontjából is, meg mikor levizsgázott utána, mint hogy szakszervizbe kell vinni, javítani az autót. Egy égő cseréjét. A műszaki része az hogy néz ki most egy B-kategóriának? Ott most manapság már kell fizikailag valamihez hozzányúlni? Vagy ez is egy ilyen tesztrendszeren keresztül? Abszolút. Igen, meg kell kapcsolni a világítást. Tehát ez a fizikai hozzányúlás, és szemmel le kell tudni ellenőrizni, hogy tényleg világít az a lámpa, vagy nem világít. Tehát most itt tartunk. Ez részben jobb is, részben nem. Az, hogy most a tervezők miért tervezték így az autót, hogy ilyen legyen, valószínűleg összefügg a gazdasági tényezőkkel, hogy akkor valószínűleg szakszervezre fogják javítani, és akkor egy kis bevétel ott is, majd a márkaszervezeknél csak megjelenik. A Kresszel kapcsolatban is ugye rengeteg minden változott, és ez egy ilyen folyamatosan változó rendszer. Mindig emlegeted az 1975-ös évet, és ezt sokszor mondtad nekünk is, hogy az volt az, amikor megalkották azt a Kressz rendszert, aminek a gerince a mai napig is él. De itt nagyon-nagyon sok változás volt. Te hogy látod, hogy hogyan változott az elmúlt időszakban a Kressz? Igen, ez 1975-ben a KPMBM együttes rendelete, ami adja a gerincet. Aki még régi bútordarab, mint mi is, azt tudjuk, hogy 1976-os új Kressz, így mondtuk, de ez a 75-ös rendelet. Most ez azóta kereken 44-szer változott, és 2011-ben volt a legnagyobb változás, de az alapok ugyanazok maradtak. Tehát piros lámpánál most sem szabad átmenni, zöld lámpánál muszáj sokáig ott átcsorogni, hát ezek az alapszabályok maradtak. Na most igazság szerint ennek úgy kellene működni, hogy statisztikák vannak a közlekedésből a baleseteknél, és akkor ezzel megnézzük a statisztikát, hogy na például most vasúti általában rengeteg baleset történt az elmúlt, mint 3 évben. Akkor megnézzük, hogy mi az oka, és akkor az ok miatt változtatunk egy kicsit. És akkor ott változott a szabály, és akkor javult vagy romlott. Hát még romlott helyzet, akkor még változtassunk. Tehát ezek szerint a statisztikák ezért vannak, hogy azok megmutatják azt, hogy na merre induljunk el, és hogy módosítjuk a szabályokat. Az alapszabályok természetesen ugyanazok maradtak, de ezek a módosítások ezért vannak. Nektek nehéz ezeket követni? Olyan mélyen nem nyúlnak bele ezekbe a dolgokba? Olyan mélyen nem. Tehát ezeket nekünk nem hiszem, hogy ez problémát okoz. Nekünk talán a képzési rendeletnek a változása okoz problémát, mert ebből például milyen jármű, milyen kategóriára felel meg. Például A1, A2-es kategória, most már nem A-korlátozott van. Jó, de ez nekünk másik járművet is jelent. És igen, nekem ez is meglepő járművet. Volt egyébként, hogy ugye, hát még volt segédmotor, nagymotor, pont. De most már A1, A2, A-korlátlan. Hogy néznek most ki ezek a kategóriák? Tényleg régen úgy volt, hogy SMKP, az azt jelenti, hogy segédmotor kerékpár. Aztán annak lett egy uniós elnevezése, moped. Aztán most már az AM kategória, mert hát most már megjelentek a kis moped autók is. És utána volt, kategorizálták, mert régen Pannonia volt, MZ volt, Max Etéze is volt már. És az körülbelül azonos kategória. De most meglátunk egy 125 köbcentis motort, ami 12-15 lóerő, és akkor látunk egy... mondjuk egy Yamaha Fazert, amivel mi is oktatunk, 98 lóerő, csak ennyi a különbség, tehát ez óriási. És emiatt ez megváltozott ez a rendszer, és emiatt kellett változtatni a kategóriákat. Bejött a A/1 kategória, az még 150 köbcentig volt. És utána azt is eltörölték, és lehelytelenítették az A1 kategória, és az A1 kategória a 125 köbcentig szól. És utána van az A2-es kategória, ez nem csak köbcenti, hanem teljesítményhez is van méretezve, illetve van az A korlátlan, ami korlátlan. Gyakorlatilag az, hogy ki melyik kategóriát teheti le, ez életkortól is függ. Igen, életkortól. Vajon azért hozták ezt a szabályozást be, hogy a nagyon fiatalok ne tudjanak fiatalos hévvel és vehemenciával ráülni valami hatalmas nagy szörnyetegre? Igen, részben, de csak szerintem ez nem váltotta be. Van, aki 30 éves korában is még fiatal marad,
felelősség szempontjából, van, aki már 17 éves korában felelősen tud gondolkodni. Egyébként azt tapasztaltuk, aki idejön is fiatal Hinz-Hánz gyerek, itt ha felelősséget adunk neki, akkor tud élni vele. Muszáj. És akkor a feltételeket én is úgy oktatás közben úgy próbálom, hogy ezeket tegyen eleget. És utána tényleg úgy megy ki 17 éves korában, hogy egy fiatal duhaj, de ettől függetlenül tényleg a közúton felelősen fog tudni vezetni. És biztatom is rájuk, hogy így közlekedjenek, de hogyha duhajkodni akar, azt is megtehető, csak akkor vannak ilyen versenypályák, ilyesmi, és mi is szervezünk ide utakat. És ott lehet duhajkodni. És ott szinte veszély nélkül tudjuk csinálni ezeket a dolgokat. És akkor megvan a fiatal duha is, meg a közlekedés is. És egyébként meg más érzékszervet vesz igénybe, egyik meg a másik, más gondolkodás, és mind a kettőnek legyen tulajdonában. Hogy tapasztalod egyébként, hogy inkább olyanok az emberek, hogy ami kategóriát lehet a motornál, azt már megcsinálja, vagy inkább kivárja, hogy azt hiszem 24 éves kortól lehet korlátlant szerezni, vagy inkább igen, kivárják 24. ezt a 20 éves, és akkor megvan mindenre. Már gondolkodnak így is, hogy 24 évre azért egy 98 lóerős motort kezelni azért az nehéz is, és akik fiatalabbak, van, akik megpróbálják megcsinálni. Tehát mind a kettő igaz. Ilyen is van, olyan is van. De azt tapasztaltuk, hogy aki kis motort megtanulja, az annyival többbe kerül, mint egy B-kategóriás jogosítvány, mert egy B-kategóriásnál azért kis motort majd vezethet. Uh-huh. Jó, csak 3 év eltelik, és a közlekedés érzékek kialakulnak, és na, ő lesz az a tanuló, aki tipikusan 30 órát le tud vizsgázni. És ha megnézzük azokat, hogy 14 éves kortól kezdve 17 éves korig, mennyibe kerül egy kis motor, összeadjuk, és amennyivel kevesebb óra kell majd a személykocsinál, tehát ez körülbelül ugyanott van. Akkor az ott meghálálja magát. Igen, csak 3 évet motorozott itt a környezetében, tehát Hajdúnánás és környékén, és itt azért csak tanulj meg a közlekedés Hajdúnánáson is. Ami még egy nagy klasszikus kategória, az ugye a B kategória, amit hát mi egyszerű földi halandók csak úgy emlegetünk, hogy személyautó. Gyakorlatilag mit lehet most elmondani a B kategóriából? Ebben mi tartozik bele? Milyen a képzési rendszer? A személykocsi kategóriában például traktort is szabad vezetni, de ez nem két pótkocsi, nehéz pótkocsival. Igen, tehát mezőgazdasági fejlődés volt az országban, és ezt próbálták úgy segíteni, hogy a traktort is tudják így vezetni személykocsival. Kimennek a földekre, régebben dolgozhattak, manapság most már oda is külön mezőgazdasági gép kezelői jogosítvány kell, amely a traktoros jogosítvány után majd egy külön szaktanfolyamot kell elvégezni. A B kategória még 17 év a korhatár, ez nemzetközi kategória, de ez nemzeti sajátosság, mert például az Unióban 18 év az alsó korhatár, de az Unió azt mondta, hogy a helyi sajátosságnak megfelelően ezt így engedélyezi, és itt Magyarországon megmaradt a 17 év, viszont 18 évet be kell tölteni, hogy nemzetközi, tehát külföldön tudjon vezetni valaki. Innentől jönnek ugye azok a kategóriák, amik már nagyon szorosan kapcsolódnak ahhoz, hogy kell a munkámhoz, kell ahhoz, hogy valahova tudjak jelentkezni, jó lenne ezt elvégezni, és itt jönnek már azok a kategóriák, amikhez egyébként más képzési rendszerek is tartoznak, itt a mezőgazdasági gépkezelőt említetted, de van más is. Hogy látod, mennyire van ma meg az érdeklődés ezek irányába, mik a tapasztalatok, hogyan mennek ezek a kategóriák? Igen, innen indul a dolog részünkről szerintem, meg az a szakmának az igazi tudása. A személykocsis jogosítványt is megpróbáljuk úgy megszereztetni a tanulókkal, hogy alá dolgozunk a következő kategóriáknak. Nem mindenki akar majd terrorautót vezetni például, de feltétel lesz a személykocsi. Viszont nem árt, ha azokat a sajátosságokat legalábbis egy kicsit tudja, hogy a terrorautó mire képes. Mert közlekedési partnerek vagyunk, és közlekedési partnerekkel csak így tudunk meglenni, hogyha egymást is ismerjük. Ez jó azoknak, akik nem vizsgáznak le terrorautóból, viszont egyre több a terrorautós képzésünk. Tehát egyre több, ez meghaladja az évi 100 főt, jóval meghaladja az évi 100 főt. Magyarországon, sőt Európában terrorautó sofőr hiány van. Tehát elég nehézek a munkafeltételek, mikor 6 héten keresztül nem látja a családját valaki, ez így nehéz. Személykocsi után jön a terrorautó, a feltételek, meglegyen a B-kategóriás jogosítvány, orvosilag alkalmasnak kell lenni, ezt hagyd ne soroljam, ez hosszú. Hogyha valaki ugye a munka miatt, ahogy te mondod, mert szeretne bevállalni valami nemzetközi fuvarozási cégnél egy állást, bár hát azért nem ilyen egyszerű, mert nyilván előéletet is kérnek, na de valahol el kell kezdeni, ugye ez a teherautó.
Viszont ahhoz, hogy valaki tényleg komolyan tudja ezt mivelni, ahhoz azért nehéz pótkocsi, ilyen, olyan, amolyan dolog kell. Tehát, hogyha valaki mondjuk most azon gondolkozik, hogy hát mégiscsak e felé orientálódnék, annak milyen képzési rendszereken kell végigmenni ahhoz, hogy meglegyen az a képesítése, amivel mondjuk egy komoly kamionra föl tud ülni, és mondjuk valami nemzetközi fuvarozási vállalatnál tud dolgozni. Igen, megcsinál a személyikos jogosítványt, általában 17-18 éves kor körül, és akkor utána 21 éves korban bejelentkezhet teherautóból, 21 éves, tehát 20 éves korában azt megcsinál teherautós jogosítványt, ez saját magának, saját célra használhatja, tehát van egy kis szőlőföldje, kimegy, kiviszi a terményt, vagy visszahozza a terményt, tehát erre jó. De maga, hogy egy állást vállaljon vele, akkor itt lépnek be a szaktanfolyamok, és különböző szaktanfolyamokat kell elvégezni. Ez például most már gépkocsi vezető képesítési igazolvány, ezt unióban mindenkinek meg kell szerezni, ha például sofőrállásba akar részt venni. Maga a teherautó vezetés, a jogosítvány teherautó vezetésről, közlekedésről szól, de az árufúrozásról ennyi órában nem lehet megtanítani. És azért itt a problémák sok balesetnél nem csak maga a közlekedési probléma, hanem a fúrozási rakomány rögzítés egyéb ilyen dolgokról szól, vezetési idők, ezt külön tanfolyam keretében tudjuk megcsinálni. És akkor utána még, hogyha tovább akar, akkor két éves teherautós jogosítvány után meg kell csinálni neki a veszélyes anyagszállítást, mert manapság szinte minden veszélyes anyag már. És akkor ennek is külön tudatába kell lenni a veszélyes anyagnál, hogy ezt is tudja csinálni. Mit hogy kell kezdeni? Igen, az ADR-nek hívják egyébként. Akkor itt gyakorlatilag mint igen a csillag, tehát itt annyi dolog belép, ha valaki ezt munkaként akarja majd később kezelni. Sőt, az emelő hátfalat akarja kezelni, például az emelő hátfalas gépkezelő vizsgát kell tennie többek között. Ha a járműre szerelt darut akarja, vagy saját magát akarja megrakni, például ilyen, külön szaktanfolyam vizsga kell. Azt is csináljuk természetesen. Ezek a sok szaktanfolyamok, ezeket életszerűnek tartott? Tehát ezekre mindenképpen szükség van? Vagy egyfajta mondjuk teherautós képzésnél, nehéz pótkocsi esetében meg lehetne ezeket a dolgokat menet közben is tanulni? Hát ez is-is. Is-is? Is-is. Van, ami mindenképpen kell, hogy külön legyen, van, amit meg éppen lehetne is. Egyik sofőr el tudja lesni a másiktól a fogásokra, még van, amikor jó, de van, amikor rossz szokások is. Hagyjad, az nem érdekes az annyira. És a biztonsági tény az itt a legfontosabb, tehát azzal van inkább probléma. És a terrorcsosoknál tudom, sok baleset van a közúton, de a legtöbb baleset nem ebből adódik, hanem a munkahelyi baleset, pontosan ezeknek a gépnek a kezelése. Egy sima oldalfal felhajtására oda csípi a kezét, és le is tudja vágni az ujját. Igen, mert hát ugye itt is igaz az, ahogy kezdtük ezt a beszélgetést, hogy nagyon sok minden változott az elmúlt években, évtizedekben. Hát voltak régen a csepelek, az illek, IFA, avia, egy-két ilyen akármicsoda, de hát azért ma már ezek komoly technikák, amiket használnak. Hát van olyan terrorautó, amelyik közel 100 millió forint. A biztonsági berendezésekkel együtt, és nyilván, ha én is fuvaroztató lennék, vagy olyan cég, akinek az áruját el kéne fuvaroztatni, akkor tudjam, hogy megérkezik az árum a megfelelő helyre, olyan céget választanék, fuvarozó céget, aki ezt a legmesszebb előkig tudja biztosítani a biztonságot. Te hogy látod manapság, milyen sofőrök kerülnek ki az utakra? És most itt igazából mindenféle kategóriára gondolok, mert veled is beszélgettük egyik alkalommal azt, hogy ti mindent megpróbáltok elkövetni az autós iskolában azért, hogy megtanítsátok, hogy tisztességgel, böcsülettel, egymás segítése mellett kölcsönös partnerként udvariasságot szem előtt tartva próbáljon meg közlekedni. És akkor egyébként meg látjuk, és lehet, hogy az életvitelünkből is fakad, hogy mindenki rohan, mint az őrült, hogy milyen módon közlekedik a magyar az utakon. Tehát valami borzasztó, valami katasztrófa. Éppen tegnap éltük meg azt, amikor mentünk a nagy motorvizsgára, hogy teherautó előzött bennünket, szembe jött a kukás autó. Egy másik teherautó, így van. Nagyon őt ez nem érdekelte is. Tényleg, tehát szörnyű volt ez az egész szituáció, hogy gyakorlatilag milyen emberek kerülnek ki, mert te elmondod, hogy mire törekedtek, hogy kiknek a kezébe adjatok jogosítványt, és aztán meg utána lesz belőle ez, amit látunk a hétköznapokon. Szerinted hogy van ez a dolog? Miért alakul ez így? Ezt szerintem általában már otthonról hozzák az emberek, hogy körülbelül milyen típusúak lesznek, és itt a közlekedésben ugye ez fog előjönni. Te már látod, hogy ki milyen karakter lesz? Azért látszik igen, ez rajta? Igen. Tehát mint emberi típus, jó, azon felül, hogy szangvinikus, kolerikus, melankolikus, flegmatikus emberek vannak, ettől függetlenül, tehát azért látszik az, hogy emberileg mégis milyenek lesznek. Tudom, jogtatóknak hívnak bennünket, de nevelők is vagyunk. Ha valaki nem tudja, az oktatás nevelés között azért az emberi tényezőket kell. És mondom, a közlekedésben tényleg nem a szabályoknak a ismerete a probléma, a legtöbb probléma, hanem inkább az, hogy az emberi hozzáállás. Nekünk ez a feladatunk, hogy neveljük az embereket, megpróbáljuk abba az irányba menni. Csak hát felnőtt képzésen ez nehéz.
Nehéz, de egyébként meg józan belátás, hogy amit mi adunk, körülbelül azt kapjuk vissza. Ugyanaz a közlekedésben is. Ezt ki is tudjuk számolni, vetíteni, megmutatni, hogy abban a helyzetekben, hogyha ezt itt okosan megoldjuk, azt az embert segítünk a másiknak közlekedésben, akkor azt teljesen meg. Reggel 8-kor segítettünk valakinek a dugóba előre haladni, az megörült neki, egész napja jó lesz. Az mit ad át a másik embernek, és a társadalmat tudjuk pozitív irányba fejleszteni. Vagy pedig betartunk a másiknak, akkor egész napja az is bemegy, az is be fog tartani valakinek, és akkor negatív vagy pozitív irányba megyünk. De azért Magyarországon körülbelül 7 millió ember közlekedik minden nap. Igaz az, hogy amit szoktak nagyon sokszor mondani, hogy a nyugati országokban, Nyugat-Európában sokkal fejlettebb a közlekedési kultúra, mint erre, de néha meg azt szoktuk mondani, hogy ez még mindig nem a Balkán, tehát lehet, hogy tőlünk keletebbre meg rosszabb a helyzet. Magyarország egy olyan sajátos helyzet, hogy az 1960-as évektől kezdve Európa bármelyik része a járművezető képzést etalonnak tartotta. Ez tény, és mikor azt mondják, uniós csatlakozás volt annak idején, és akkor a feltételeket unióra kell előállítanunk, a mi feltételünk kb. 98%-ban megfelelt az magyarországi közlekedés az uniónak a járművezető képzés résznél. Tehát a közutaknál nem, mert autópályák nem voltak. Sőt, valahol szigorúbbak voltak nálunk a feltételek, mint maga az unió, amit diktált. Mi volt a kérdés pontosan? Igazából az, hogy ez a tagozódás, tehát hogy a közlekedési kultúra, hogy nyugaton azért sokkal jobb, de még mindig azt mondjuk, hogy ez még mindig nem a vad kelet, tehát azért tőlünk keletebbre meg még veszettebb a helyzet. Hogy tényleg megvan ez, hogy ennyire szét van csúszva a közlekedési morál Európába? Igen. Igen. Lehet látni a viszonyokat. Nem véletlen az unió szabályzás az, hogy a járművezetők is hetente, tehát naponta 9 órát vezethetnek, azt is felváltva 3-3 vagy 4,5 órát maximum egyfolytában, hetente 2-szer vezethetnek 10 órát. És akkor kész, ennyi. Tehát pihenőig, mikor annak, nem volt tachográf, nem volt menetíró, akkor 24-ben 28-at vezettek a sofőrök. És azért akkor az utakon is javultak, tehát ez kétségtelen, ezek a feltételek javultak. Egyre több kilométert tudnak megtenni a járművezetők, egyre jobbak a járművek. És hogyha megnézzük azt, hogy magyarországi közlekedők, rengeteg külföldi cég, Anglia, Németország, egyébként onnan is vannak megrendelésénk, Írországból is, ezek a cégek nagyon szeretik a magyar sofőreket, pontosan mentalitás miatt. Vagy esetleg oda menjünk és ott azt a morát próbáljuk felvenni, talán lehet ez. De nekünk a feladatunk az, hogy abba az irányba tereljük ezeket a dolgokat, hogy a megfelelő nehézséget kezelve nem barbárnak kell lennünk, hanem egyre emberibbnek. Hogyan látod a jövőt? Mert ugye itt nagyon sok mindenről beszélgettünk, hogy mennyire átveszi a technika és a technológia fejlődése, na de hát azért kell a rutinpálya, a rutinpályára ki kell menni, ott jobbra fordulni, balra fordulni, bóják közébe hajtani, beparkolni, beállni, tehát hogy valahol azért mégiscsak így kézzel is meg kell fogni ezt a dolgot. Hogy látod a jövőt? A sok változás mellett, meg amellett, hogy azért gyakorlatilag mégiscsak kell valami fizikai hozzányúlás is a dologhoz. Hát szerintem az emberi tényezők nem lehet kiküszöbölni. Az, hogy tanítsuk azt az embert. Nem mindenki alkalmas arra, hogy magát úgy megtanítja tanítani, hogy a közlekedésben minden kisebb veszéllyel részt tudjon venni. Az emberi tényezők kell, ha ezt kiiktatják belőle, akkor probléma lesz, nagyon nagy probléma lesz. Az a lépcsőzetes mód, ahogy a tanulóknak adjuk az információt, a tudást, egyre többet ráépítve az előző tudásra, ezt ő önmaga nem tudja megcsinálni, nem tudja, hogy honnan, azt nagyjából még azt sem biztos sejti, hogy honnan indul, de az, hogy hova kell érkezni, nem tudja. Ezt nekünk kell szépen sorba abba az irányba azon a lépcsőn elvezetni, és ez csak lépcsőzetesen lehet. Nem lehet kihagyni lépéseket. Kihagyjuk lépéseket, ott hiányosság lesz később. És a másik mondásom az, hogy a hiba nem ott keletkezik, ahol jelentkezik. Hogyan látod a ti jövőtöket, tehát az autós iskoláknak a jövőjét? Mert azt is beszéltük nagyon sokszor, és nyilván most itt nem akarunk elmenni olyan irányba, ami nem ennek a beszélgetésnek a témája. Lehetne sok szervet és minden más egyebet szídni azért, hogy miket találnak ki nektek is, de hát ez igaz az élet minden területére. Hogyan látod az autós iskolák, a ti jövőtöket gyakorlatilag? Ebben a borzasztóan változó jogszabályokat folyamatosan másodpercenként módosító és előíró világban nektek milyen lehetőségeitek vannak? Mert ahogy te mondod, kelletek, az emberi tényező kell, az oktató, a nevelő munka kell, de gyakorlatilag folyamatosan azt látjuk, hogy minthogyha sok mindent ki akarnának húzni és központosítani akarnának e tekintetben is. Hát igen, egyébben ezt látjuk, és itt a probléma az, hogy később is ki tudja ezeket a szakembereket képezni, illetve nem csak szakembereket, a személykocsi vezető, az is a maga területén szakember. Ha ezt az emberi tényezőket kiveszünk, akkor hát ez szerintem összedől a világ.
Akkor azt kimondhatjuk, hogy az autós iskolára, a ti munkátokra mindig is szükség volt, és valószínűleg mindig is szükség lesz, mert enélkül másképpen vezető képzés nem létezik. Nem létezik, meg az oktatói társadalom kívül ki oktatja járművezetést akkor, meg a hozzá kapcsolódó dolgokat, tudást, kik tudják adni azok a szakemberek, akik most megvannak. Ha bennünket ebből kihagynak, és ez ki lesz, aki ezt meg tudja csinálni. Milyennek látod most, jó, hogy mondod, mert így eszembe jutott ez a kérdés, milyennek látod most a ti társadalmatokat, a szakembereket? Mert ugye folyamatosan azt látni az országban, hogy nagyon sok területen nagyon sok szakembert veszítünk, vagy nincs megfelelő utánpótlás és megfelelő képzés. Nekem sok-sok nevet soroltál, akik nagy nevek a szakmában és a régi nagy klasszikusok. Gyakorlatilag ők mennyire vannak még jelen, és milyen a ti utánpótlásotok? Azok a klasszikusok, olyan 70 év fölött vannak most, és ők panaszkodnak, hogy nincs meg az utánpótlás. Nincs meg a szakember felső szinten sem. Hát 2005 óta azt hiszem, hogy 1-2-3 oktatói tanfolyam volt Magyarországon. Tehát a járművezető képzés, illetve az oktatói képzés sem működik szerintem úgy, hogy kellene. Az oktató, mikor levizsgázott és oktató lesz, nem akkor lesz oktató. Hanem majd, mikor azokat az embereket, akik hozzákerülnek, és nem az egyszerű tanuló, aki otthon már vezeti a traktort, mindent, és akkor a kombányt, és akkor úgy jön ide, hogy 10. órában vizsgálhat, hanem a 100 óra fölötti tanulókat le tudja vizsgáztatni olyan módon, hogy utána a közlekedésben úgy vesz részt, hogy 20 év múlva is integet, hogy szia, Miki. Ez a jó referencia neked ez is. Ez a referencia, igen, nekem is. Ekkor ti is érzitek, hogy jó munkát végeztetek az autós. Ez az oktatói képzés, ami ezzel indul el is. Ez most nincsen. Tehát nekünk most oktatói hiányunk van, kimondottan. Hát meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Ez is egy folyamatosan változó, fortyogó bugyra ennek az egész rendszernek. Ebben próbáltok ti ellovírozni az autós iskolába, és hát vártok mindenkit szeretettel, aki ilyen olyan jogosítványt szeretne megszerezni. Nagyon komoly munkát végeztek. Valami eszedbe jutott még? Látod, hogy mondanak hatam, hogy ez jó. Csak nyugodtan. Nagyon szívesen segítek bármikor, mert jogszabályok, módosítások vannak. Nem felsorolom azokat, mert a felsorolást az ember addig fogja megjegyezni, míg éppen meghallja, vagy még addig sem, hanem hogyha van változás, akkor esetleg azt, hogy mit, hogyan használunk, bármikor állok rendelkezésetekre. Akár tábla mellett is levezetni, ahol jogszabálymódosítás van, akár egy 2 perces beszélgetés ügyében bármikor. Én azt gondolom, hogy ezt az ötletet ki fogjuk bontani, mert akartam is tőled kérdezni azt, hogy amikor változik a KRESZ, és én hétköznapi egyszerű közlekedőként én a nagy tömeget testesítem meg ebbe a rendszerbe, hát ha most nagyon megszólítanának, hogy legutóbb mi változott, meg hogy is van, akkor lehet, hogy nagyon, tehát én sem is nagyon sok mindenki társaink közül, akik az utakon közlekednek, nem tudnának erre válaszolni. És én ezt akartam is tőled kérdezni, hogy van-e arra mód és lehetőség, hogy valaki fölfrissítse a tudását, vagy ezeket az új dolgokat, ezeket valamilyen módon tőletek megkapja, vagy átvegye, de akkor gyakorlatilag kérdésemre megvan a válasz. Úgyhogy akkor majd innen fogjuk folytatni ezt a dolgot a következő beszélgetésünk alkalmával. Miki, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél és megosztottad a gondolataidat velünk. We'll be right back.